a narancsal, fokhagymával és almával töltött bébi pulyka sült. Ez lett a hagyományos karácsonyi ünnepi vacsora, amit sokáig kísérleteztem, hogy hogyan lesz a legfinomabb. És talán az egyik legfontosabb része az az, hogy az egész pulykát betekerem békönnel, minden estő, és így kapja meg azt az elősütést, ahol már nagyon szépen megpuhul a husi, és utána kap kenetet. Mindenféle finomságot, és ezt nagyon sokféle finom salátával, meg körettel tálaljuk. Az ünnep azé, aki várja, fogalmaz Szabó Anna. És ki hogyan várja, mi kerül az ünnepi asztalra? Mivel készülünk kívül belül az ünnepre? Többek között ezekről is beszélgetünk a Juhász Ferenc Művelődési Központ ünnepváró podcastjében, Adventben. Köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, Bojki Lászlót, aki nem csak virtuóz muzsikus, énekes, ékesen szóló, hiteles előadó, könyvszerző, érzékeny lelki gondozó, hanem remek szakács is. Kiváló étkeket tud készíteni. Lackó a Fesztivál Zenekar brácsása, a Bolki Akapella a ének együttes tagja, és nem mellesleg négy gyermek édesapja. Lackó, milyen karácsonyi receptet ajánlasz nekünk? Hát az, hogy ajánlom, azt nem tudom, hogy ajánlod, de el tudom mesélni, hogy milyen az, ami nálunk készül. Sokat kísérleteztünk. Sok, sok verzió volt. Még megbotránkoztatásként elmondanám, hogy olyan is volt, mikor kicsik voltak a gyerekek, hogy eztivel úgy döntöttünk, hogy sushi teszünk. És tudod miért? Mert hát egyrészt tradicionális magyar étel, ugye, mert hal, <laughs> másrészt gyönyörűen, csodálatosan lehetett tálalni, és nem kellett utána mosogatni se. De de végül ezt elvetettük, mert azt mondták a gyerekek, hogy nincs illata. Tehát nagyon szeretik, de hol az illat? És a, a karácsonyhoz illat. tartozik az illat. És ebben is. igazuk volt. Úgyhogy ezt a ezt a tradicionális ősi magyar fogást, <laughs> elvetettük, és, és uh, tulajdonképpen a halas vonalat is elvetettük, és ekkor jött, hogy elkészítettem, mert uh, ez zárója, hagyományosan az úgy van, hogy a karácsonyi uh, ünnepételt azt én szoktam elkészíteni, és hogy ezt megkül főz és süt, de ez így, így, megmarad, hogy, hogy a, a karácsonyi az, az, azt mindenképp én csinálom. Úgyhogy persze mindenki besegít, de akkor én vagyok a séf. Van egy bébi pulyka, amit előző este, és ez nagyon fontos, tehát ha most ez egy ajánló, akkor ez ki ne hagyja a kedves hallgató. Előző este egy nagy vödör vízbe, amiben sok só van, bele kell tenni a pulykát. Ugyanis valami olyasmi történik így a pulykával, Húsával, hogy nem, nem lesz sós az ízébe, egyáltalán nem lesz ott a só, de a húsnak a textúrája az egészen megváltozik. Tehát nem kell küzdeni azért, hogy átsüljön csontig mondjuk egy comb vagy ilyesmi, hanem nem tudom, mi történik, nem értek hozzá biztos, mert biológus tudja, hogy mi történik, de ez nagyon fontos. Tehát egy jó, jó egész éjszakát fürdik a bébipújka ebben a sós vízben, úgyhogy teljesen ellepje. És akkor az előkészítés az úgy néz ki, hogy hogy megspékelem. Tehát a, főleg Miben? a melle részét, a nagyobb hús darabokat. Elsősorban uh, fokhagymát szoktam beletenni, de teszek uh, bele még szalonnát, pici szalonna darabokat is. Fokhagyma, szalonna, ez elég. Belőre jól megpakolom. Általában szintén fokhagymával, almával, narancsal, narancsgerezdekkel teljesen tele tömöm. És fokhagymával is? Igen, az uh -huh. is bele is megy, az, az kell hozzá. Főleg aki szereti a Főleg fokhagymát. Főleg aki igen, ezt elsősorban. De nem lesz fokhagyma íze, tehát ettől nem lesz. Uh -huh. ez, ez egy ez egy aromát fogadni csak, hogy nem nem csak édes lesz. Igen. És kívülről pedig teljesen betekerem. Békönnel. Ez, ez elég elég békönigényes dolog, hogy ez az egészet ellepje. Hát meg nagyon ügyesen kell akkor ráfektetni a szalonna csíkokat Igazából is. betekerem. Betekerem, ahol nagyon nagy a pulyka, tehát széles, ott nem éri át. Ott, ott természetesen amennyit átér, annyit, és nagyon mozgatni aztán nem kell. Tehát, mm -hmm. hogyha ez így a, 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 a sütő tálcára ráteszem, és ott ez megtörténik, ez tökéletes. És ebben sül, nem magas hőfokon sokáig. Amikor a finis beér, akkor leszedem róla ezt a borítást, és kap egy kenetet. Ez, ez lehet a mézes vonal, fantasztikus, gyönyörű is lesz, és nagyon ízes, hogyha mondjuk méz vajjal kikeverve egy ilyen kenetet kap, és lehet a másik a sörös vonal, és az is nagyon-nagyon jót tesz itt, itt a, a, vége felé, ugyanúgy, ahogy a malac, meg mit a milyen húsikat sörrel is bekeni, ugyanúgy nagyon fényes lesz, és nagyon szép lesz. Úgy van, a napokra biztosítja a karácsonyi illatokat a, a konyhában, úgyhogy ez, ez igazából, ami mostanában. Már megkérdeztem otthon, mindenképpen ezt fogják, mert én mindig azért újítanék, tehát én ezt sem mindig így készítem, tehát egy csomó mindig improvizálok, de, de, de mondták, hogy mindenképpen ez a, ez a legyen. Egyébben egyszer van karácsony. Csak egyszer főzöl a családnak? Mert ahogy most elmondtad ezt az ételkészítést, azt gondolom, hogy én szívesen át is adnám neked a konyhát. Nem, nem egy. Tehát én, én sokszor főzök. Sokszor főzök. Tegnap éppen egy, egy májgombóc levest készítettem, mert hazajöttünk egy ilyen őszi nyaralásból, és, és mindenki elment a dolgára, a gyerekek készülgettek, hogy ugye, már holnap suli, meg minden, és akkor én meg bevettem magam a konyhába, és csináltam egy ilyen finom, illatos, könnyű, könnyű májgombóclevest. Elég sokat főz. Szerintem fele-fele arányban főzünk a feleségemmel. Pihentet. Én nagyon szeretem, Ezt nagyon szeretem. Persze a legjobban azt szeretem, hogy kint tűzön, bográcsban, meg mit tudom én, ilyen, ilyen pasisan, Igen, az a legjobb, módon. de azt azért ott a 16. kerületben nehezebb megoldani. Még az étkeknél, illetve az ünnepnél maradva, négy gyermekes család vagy e népes családban hogyan ünnepeltek? Hogyan várjátok a, az ünnepet, és hogyan történik meg a karácsony? A karácsony az szerintem az a, az a csúcs, a családi ünnepek közt mindenképpen. Nagyon nagy várakozás előzi meg, és, és hát mindent, mindent megteszünk, ezt ível, hogy a lehetőleg varázslatosabb legyen. Tehát mert az a cél, hogy, hogy a gyerekek a lehető legjobban átéljék azt, ami ennek a hangulata. Nem, nem, igyekszünk, nem igyekeztünk arra, hogy mikor még kicsik voltak, meg minden, hogy, hogy, ennek a, a lelkiségét a lehető legmélyebben átéljék, hanem hogy a hangulatát, az atmoszféráját éljék meg, és ahogy nyílik a, a kis értelmük, úgy kapják meg hozzá azt, hogy ez miről is szól pontosan. Tehát nem, 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 nem gondoltuk, hogy ezt így fordítva kéne, hanem alapvetően ez az atmoszféra. A fa diszítés az közösen történik, vagy pedig az egy ajándék a gyerekeknek? Tőletek. Itt komoly változások vannak, ahogy ahogy a gyerekek nőnek. Tehát azért ugye a, nagyon sokáig a, a gyerekeknek a kis lelki világában azért a Mikulás bácsi, az angyalkák és a fogtündér valahogy ugyanonnan jönnek, meg mit tudom, és ez, ez, ez egy fontos dolog, és hát nem is mindenki ugyanakkor értesül arról, hogy hát nem pont úgy, nem pont akkor, nem pont azért, meg persze angyalka, de nagy angyalkája, meg szóval jönnek ezek a ezek a határesetek, ezek a joghézagok, <gül> <gül> és akkor, és akkor ebben, ebben, próbálunk valami arányt tartani. Hát legutóbbi karácsonykor nagyon bevállaltuk, nagyon bevállaltuk, hogy hogy, 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 én, én hozom a fát, és hogy együtt díszítjük, és úgy éreztük, hogy ez így oké. Okay. Tehát akkor tehát, ez, igen, ez de, lesz a hagyomány. De előzőleg még nem. Tehát előző karácsonykor még, még meg kellett meg kellett azt oldani, hogy egyszer csak lejönnek, és, ú, ott a fa, aztán hozták az angyalkák, meg mit tudom én. Tehát mm -hmm. akkor, akkor szigorú titoktartás volt, most ez oldódott. Ajándék kérdése az, hogy állnálatok? Ajándékozás. Ajándékozás ugye nálunk, a kis családban, ami az otthoni, Igen. teljesen hagyományosan, tehát próbálunk figyelni, hogy, hogy ki minek körülne igazán, meg ilyesmi. és, és uh, semmi, semmi különös hozzá. Gyerekek egymásnak ajándékoznak? Mindenki mindenkinek ajándékoz. És a gyerekeket, a gyerekeket teljes egészében arra. Tehát úgy van, hogy, hogy, hogy ne, tehát nem vásárolnak a jendékot, hanem készítenek. Az lehet akár produkció, tehát lehet egy zene, egy ének, lehet egy, egy rajz. Hát a rajz az nálunk nagyon megy, meg a, az ilyen kézműveskedés, ezek nagyon mennek. Uh -huh. Nagyon szeretik. Kicsik, nagyok egyaránt? Inkább a kicsik. És, és uh, egyéb extra nincs, tehát szerintem teljesen hagyományos módon. A nagy bojki családban találtuk azt ki, hogy ott ott húzás van, tehát mert sokan, A mostaniban. Túl sokan jó, vagyunk. Igen. Tehát nagy. Most. Hát nem, a, a, amikor az összes tesóm, összes gyereke édesanyámmal együtt, meg minden, tehát az, az, egy, az egy meglehetősen nagy társaság. És egyrészt, hogy ne legyen belőle ilyen rettenet, vásárlási láz, igen. másrészt, hogy, hogy Igazán rá lehessen készülni, egy húzás szokott lenni. Egy, van egy húzási bizottság, aki, aki nagy, mint közjegyző ellenőrzi ezt, és hitelesíti, és mindenki SMS-ben megkapja, hogy kit húzott. De ez szigorúan de titkos. Gondolom jóval előbb. Jóval előbb. előbb. Itt viszont az a szabály, hogy nem lehet vásárolni. Tehát nem, hanem lehet furni, faragni, rajzolni, énekelni, illetve találni ajándékot, de nem, nem úszhatod meg annyi, vagy bemész valahova, és vásárolsz. Valamit. És akkor egy nagy ilyen ünnepi procedúra, ahogy, ahogy körbeülünk, és akkor aki a, a megajándékozott, az kiül egy nagy székbe, és jön azt, hogy na akkor ki az, aki az ajándékozó, és akkor jön a produkció, de ott mindenféle lehet, tehát ne, nem olyan, régl. tehát kettővel ezelőtt Eszti kapott Gergőtől egy olyan ajándékot, Gergő nagyon ebben a barista, nyomvonalon mozog, kávészakértő, és egy helyben készített el neki egy valami világra szóló kávét, mondjuk. Na, és akkor ez úgy megmarad. Ez megmarad. Igen, hát ez egy, ez egy komoly, komoly játék is egyben. Igen. De említett hogy a fesztivál zenekarnak a brácsása vagy, az azért nem kis feladat, nem kis elfoglaltság, és ezt mi tapasztaljuk, mert hogyha valamire meg akarunk hívni, akkor azért elég szoros a te naptárad, meg nyilván sokszor el is kell menned külföldre a család nélkül az adventi időszak e munkát tekintetében milyen? Mert hogy például ezekre a, erre a nagyon szépen felépített advent és karácsony várás, aztán a karácsonyra valahol nyilván neked is készülni kell. Mennyire zavar be, rosszul fogalmazok, mennyire kötelez a munkád el a családtól ebben az időszakban? Általában elmondható, és nem csak a karácsonyra, hogy azért zenészként sokszor mi akkor dolgozunk, amikor más pihen. Tehát nagyon sokszor van a hétvégén koncert, amikor, amikor más lazít, tehát az a lazítás, hogy eljön, csak mi ott a cső másik végén vagyunk, és mi akkor dolgozunk. És ez, ez a karácsonyi koncertekre is igaz. Most éppen nem, hát az már adventhez tartozik, egy, 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 egy kínai turné lesz valamikor november utolsó hetétől december első hetéig, Uh, valami Mikulás körül érek haza, hogy kínai Mikulás lesz a gyerekeknek. Uh, alapvetően tényleg az van, hogy, hogy uh, ezért mindenképpen bekavar. A munka az, az ide bekavar. Hát nem beszélve, van a annak egy hagyományos karácsonyi koncertje, ami azt szokta jelenteni, hogy 26-án van a koncert, tehát az egy, az egy karácsonyi nap, 26-án, és 20... 223 23 szoktunk próbálni. Tehát 23, vagy 24-25 az, a szabad, 26 koncert. Tehát, hogy igen, mert, mert ez, 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 egy karácsonyi ajándék, a karácsonyhoz tartozó és a karácsonyi napokon van. Úgyhogy igen, erősen bekavar. Ezt a családban nyilván el kell fogadni a feleségnek, de hogy, hogy tudod ezt, lehet, hogy nem jó szó, de kompenzálni? Vagy hogy előtte vagy többet, vagy egyáltalán egyébként ez a lét, ez hogy kompenzálni? Hogy tud ebbe az apaság megélése és a tevőleges odatétele benne lenni? Hát egyrészt ezt a dolgot még súlyosbítja, hogy nem csak a fesztivál zenekarban ügyködöm. Tehát a, a, az van, hogy a zenekari munka projektszerű. Tehát úgy kompenzálódik, hogy ne, tehát, a, nem úgy dolgozom, hogy elmegyek minden hétköznap reggel, mondjuk ha pedagógus lennék. Elmegyek mondjuk hétkor, és hazajövök ötkor, vagy mit tudom, én mert sose voltam pedagógus. De hogy, a, hogy. mert akkor mindig kiszámíthatóan ez lenne, pénteken vége, és akkor a szombat vasárnap. Nekem, nekem nem így van, hanem egyfajta szabadúszóként, mondjuk szabadúszóként leszerződöm a zenekarra, hogy ekkor, ekkor és ekkor játszom. Tehát lesz a kínai turné, de addig még van, nem tudom mennyi, kettős fél hét, amíg elkezdődnek a próbák, és most már egy hete nem volt semmi, akkor ez, egy, ez nekem szabad idő. Értem. Akkor én sokkal többet vagyok. Tehát a, én, úgy, én viszem a gyerekeket suliba, egyébként akkor is tudom vinni, mikor zenekari próba van, mert onnan megyek tovább. Ma is így volt egyébként, mert nem a fesztivál, hanem el kell koncertünk volt. Én elvittem a gyerekeket suliba, és egyszerűen tovább mentem. Tovább idejöttem. Tehát, és, és délután meg már otthon leszek, ma is. Mire a gyerekek hazaérnek, én is otthon leszek. Úgyhogy tanulunk, együtt vagyunk, annyi, hogy, 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 hogy időnként turnézom. Meg időnként előadást tartasz, Igen, meg prédikálsz, ez, ez meg lelki gondozol. Tehát az Hát vissza még mindig, hogy Igen. ez oké, ez rendben, ez ilyen kampányszerű, ahogy veszem ki, tehát amikor neked időd van. Nyilván ezt ettől még jól lehet csinálni, csak hogy kell csinálni akkor? Ami hogy nagyon ez a sok fontos, minden más is hogy nincs rutin. Van. Tehát né, ebben nincs rutin, nincs olyan, hogy keddenként ez van, vagy az van, vagy hogy szombatonként meg amaz van. Minden egyes hetet meg kell tervezni. De akkor a hetet, tehát egy hétre azért látsz nem, előre. Nem egy hétre, én e körülbelül fél évre, órára pontosan látok előre. Értem. Egy évre nagyjából látok előre, tehát meg tudom mondani, hogy körülbelül mi lesz. Fél évre előre pedig szinte tényleg órára pontosan meg tudom mondani, hogy mi lesz, mert így uh, tudom összerakni azt, hogy, hogy mi történik. Ami súlyosbítja a helyzetet, hogy több minden történik, és ami oldja, hogy alapvetően, maga mosztom be, hogy mit csinálok. Egyébként azt mondják, ez a legnehezebb. Én ezt szeretem, ehhez én hozzászoktam. És ez azt jelenti, hogy hát mindig van ez, na üljünk le, naptárazzunk. Ez, ez egy ilyen helyzet, és akkor egyeztetjük a feleségemmel, hogy, hogy mik a fix pontok, mit lehet ide tenni, mit lehet oda tenni, minek van realitása, minek nincs. És tényleg nem csak az a szempont, hogy most akkor ott éppen ráérek-e, hanem, mit tudom én, most épp van egy nagyon kedves fölkérés egy vidéki városba, egy beszélgetésre, egy klassz minden, csak én másnap elutazom, másfél hétre, és ezért nem fogom elvállalni. Mert ha az legyen együtt, akkor legyünk együtt a családdal. Tehát az a lényeg, hogy valahogy jól össze legúzni legózni ezt a dolgot. De így most tudtunk, így tudtunk nyaralni, ahogy mondtam, hogy, hogy elvoltunk, és nagyon jól éreztük magunkat három napra, igen, ebben benne volt, hogy egyébként lett volna egy olasz turném, azt meg nem vállaltam el, hogy ez, ezt tudjuk csinálni. Te alapvetően gyerekkorodból is ilyen fegyelmezett és előrelátó Gyerek fiatal voltál? Ezt onnan hozod, vagy a családi környezeted alakította, vagy honnan van? Mert nagyon sokan megrigyelnék ezt a precizitást. Nem feltétlen azt a rengeteg tevékenységi kört, de azt, hogy ilyen fegyelmezetten, okosan előre ö, tudsz gondolkodni. Az van, a... Ez egy két, két arcú dolog. Én egyáltalán nem vagyok fegyelmezett alapvetően iszonyatosan szétszórt vagyok. Tehát aki ismer közelről, azt tudja, hogy elképesztő dolgokra vagyok képes. Mit hol hagyni, elfelejteni, és így tovább. De ehhez hozzájön az, hogy ezt én tudom. Tehát mert erről tudok, hogy ez, ez, van. Ennek egyébként az az oka, hogy, hogy a koncentrációmnak olyan az iránya, ez is kicsit ilyen pasis dolog, tehát, hogy én nagyon tudok koncentrálni. Egy dologra. Egy dologra. És, és az, az, a dolog, az teljesen birtokba tud venni. Mert lehet, hogy neked meséltem, ugye, hogy egyszer innen Biatorbányról mentem úgy a fesztiválzenekar, próbára, hogy így nagyon elméláztam, és elfelejtettem kidobni a kukát, kukába a szemetes zsákot, amit vittem. Igen. És aztán elfelejtettem a busz megállóban is, és a kelemföld, és mindenhol elfelejtettem, és 24 órán keresztül vittem magammal egy szemetes szatyrot, illetve betettem a táskámba, amikor rájöttem, hogy az állati kínos, és ott is elfelejtettem. Tehát, hogy, hogy ez azért, ja, és nem jutott eszembe, tehát reggel, amikor másnap kinyitottam a táskám, hogy indulok, és muslincek szálltak ki a tatyomból, és akkor, hú, na, tehát ez azért van, mert közben annyi minden történik, és én ott vagyok. És ezek a bagatel dolgok, amik, amik a, egyébként az élet velejárói, hát ezek könnyen így alakulnak. Tehát ez az egyik. Ezért én kifejlesztettem egy uh, már-már kényszerneurotikus naptárfüggést. Tehát egy, egy olyan, olyan uh, amikor mi megbeszéljük azt, hogy itt ekkor találkozunk, akkor nekem olyan nincs, hogy én ezt abban a pillanatban be ne írjam. Ha én ezt mm -hmm. abban a pillanatban nem írom be, akkor lehet, hogy te mostanában rám csöröksz, hogy hol vagy. És én, én azt mondom, hogy mi, mi van? Ja, tudod, tehát te, Igen. na én ilyen vagyok. És ezért... Uh, ezért van az, hogy hogy ennek megtámasztására egy ilyen elképesztő, valóban nagyon fegyelmezett rendszert dolgoztam ki. Így is vannak lukak, így is van rés a pajzson, de alapvetően. Hát annyi, kellés, annyi, annyi kell, és kis is izgalom kell. Igen, csak mindig az a bántalom, az nem az én izgalmam, hanem. Igen, az többnyire nem a tiét, a, a, illetve nem csak a tiét, hanem tét. a környezetre is kihat. Népes családban élsz most, népes családról, nagy családról beszéltél, és népes családból származol. A Bojki familia, most nem is úgy mondom, hanem a Bojki Eszter néni és családja, öt, illetve négy fiú. Visszakapcsolódnék megint a kiinduló pontunkhoz, az Adventhez és a karácsonyhoz Ti hogy ünnepeltetek annak idején? Ha most úgy becsukod a szemed, és azt kérdezem, hogy mi jött elő először emlék abból az időszakból, amikor gyerek voltál? Akkor mi jön elő? A varázslat. Tehát az, hogy, hogy ennél nem volt nagyobb ünnep. Ez volt a legnagyobb ünnep, egyértelműen. És ugye nagy családokban, és nálunk is így volt, az ilyen szülinapok, ezek így összevonásra kerültek. Tehát Gyurinak meg nekem nagyon közel volt a szülinapunk egymáshoz. Hát persze, hogy egy tortával le, lehozta a család a dolgot, meg egy ünnepel, és akkor ez ilyen osztott, tudod. A névnapok eleve szóba se jöttek. A mai napig a névnapali nem is tudok mit kezdeni, mert soha nem ünnepeltük. Hát, hogyha már azt is ünnepeltük volna, akkor folyamatosan csak ünneplés lett volna. Úgyhogy az eleve kiesett a rostán a névnap, de így is. Tehát a szülinapok is jók voltak, és elvileg valahol annak kéne a nagyobbnak lenni, mert akkor csak úgy rólam van szó. De nem az volt a legnagyobb. A karácsony volt a legnagyobb. És miért, miben nyilvánult ez meg? Azt hiszem, hogy azért, mert ez teljesen közös volt, erre mindenki nagyon készült, ennek nagyon-nagyon mély üzenete és tartalma volt. A, a családunk az mélyen beleágyazódott a gyülekezeti közösségbe, és a gyülekezeti közösségben is nagyon nagy ünnep a karácsony. És a nagyon nagy gondot fordít arra a közösség, hogy a gyerek karácsony olyan legyen, és azt a gyerekek élvezzék. Ott, ott a, 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 gyerekek nyelvén szóljon az evangélium, és a gyerekek számára legyen élvezetes. Tehát nem az van, hogy a, ott a, a, a egy gyerek viselkedjen, amíg mi ünneplünk, hanem valahogy, valahogy az ő belevezetésük ez, ebbe. És így együtt, tehát a tartalom, meg ez a, meg ez a nem tudom, ez a felhőtlen, a varázslat felhőtlen átélése, ez, ez valahogy minden ünnep fölé emelte egyértelműen a karácsonyt. Ö, sok gyerekes családként ö, tudjuk, hiszen azért te rengeteg helyen nyilatkoztál, a bolyki fiúkra egy interjúkönyv jelent meg Eszternén is nagyon sokan, tehát azért nagyon sok mindent lehet rólatok tudni. Innen ö, nem csak innen, mert a személyes ismerettségből is mazsolázok, de hogy ö, hát nem éltetek túl nagy lábon Ugye gyerekkorban euh, mégis hogy zajlott, euh, volt-e ajándék, hogy volt ajándék, mi volt az ajándék. Euh, konkrétan egy-két apróságot villancs már föl ebből. Légy jó, jó. Igazából nem is az ajándék volt a lényeg, hanem a liturgia, a sorrend. Advent is egy liturgia, tehát hogy honnan, hova jutsz, mennyi idő alatt. A lényege a várakozás, és azt hiszem, ez a várakozás lett. Ez lett igazán fölturbózva, ez uh -huh. lett kimaxolva. A várakozás vagy... megszentelése, ezt Igen. nagyon szeretem Pilinszkitől, ő mondja Igen. ezt, hogy advent a várakozás megszentelése. És én bennem is úgy van ez, hogy a várakozás, az szinte szinte nagyobb örömforrás volt, mint a beteljesedés. Uh -huh. És akkor megvolt, hogy, hogy a nagymama lakott az Ikerház másik felében, akkor... A szüleink átküldtek hozzá, és akkor nagymamánál már ott játszottunk sokat, meg nagyon szerettük nagymamát, és ő is minket. És az is hozzátartozott, hogy így tudtuk, hogy már így félre vagyunk téve, hogy már ott mi ne legyünk lábalatt. Készülődik ne zavarjunk, valami. Ott. És igen, és akkor hivatalosan nem is tudjuk miért, de azért igen, és oda át akkor készült a mindenféle. Hát, igen, erről is már meséltem én is, hogy hogy a, a karácsonyi menü az, az egy meglehetősen megbotránkoztató dolog volt nálunk, mert kezdetben próbálkoztak a szüleim mindenféle flancos, nem tudom mivel, de így az öt gyerek mellett ez azt eredményezte, hogy katasztrófa lett, és már mindenki hülyét kapott, hát ők. Mi, meg csak pörögtünk ott a fejünkön, és, és tehát valahogy nem, nem, működött. Úgyhogy édesapám kitalálta, hogy egész egyszerűen uh, sült kolbász lesz a karácsonyi ünnepi menü, és ehhez olyan mértékben ragaszkodtunk egészen nagykorunkig, amikor édesanyánk föllázott, hogy elég volt a sült kolbászból, amit a hentesnél is meg lehet kapni, és most már aztán, de Tehát, ez volt a béke ára, nem? Hát Valahol, egyrészt, másrészt a, a liturgia ára. része. Tehát ah. itt, itt ezen, onnantól már nem lehet mozdítani. Tehát ezen ezen mozdítasz, a, akkor akkor megborul a világ. Azon nem lehet, ahhoz nem lehet hozzányúlni. A sorrend sem, ahhoz sem, hogy mi előtt mi van, és utána mi jön. Tehát a varázslat ennek az egységéből, és a, a, az egésznek a, egész, tényleg mint egy élőlény, mint egy élő organizmus úgy, úgy, úgy bűködött, ehhez nem volt szabad hozzá nyúlni, nehogy megöld, nehogy a varázsát veszítse. Ez a dolog. Úgyhogy a mai napig én, hogyha belépek egy hentes üzletbe, akkor megszólal bennem, hogy csendes éj. mert ugye jön a sült kolbász illat, és én teljesen ott érzem magam másnak meg a gesztei és őzgerinc, meg a nem tudom milyen flancos kaják. Na, de több persze eltértünk a későbbiekben, mikor már nem arról volt szó, hogy az egyik bekakál, a másik megveri a harmadikat, hanem csak pusztán verekedtünk. Tehát, azért nem lehet kikerülni a ti élettörténetetekből, vagy kivenni a tiédből sem azt gondolom, hogy az öttesvérből négy lett. Akkor már felnőttek voltatok, amikor, vagy nem egészen felnőttek, mert ezt már lassan megtanulja az ember, olyan sokszor elmeséltétek több helyütt, de majdnem felnőttek és felnőttek. És amikor tragikusan elhunyt a legidősebb testvér, és maradtatok kevesebben, aztán akár édesapa nélkül is kevesebben. Az hogy rendezte vagy rajzolta át a karácsonyt? Az, hát mondhatom, hogy brutálisan. Tehát az, a, akkor voltam tíz éves, amikor ez elindult, ez a, ez a dolog. Ez alatt azt értem, hogy, hogy először édesapám nem volt ott, és akkor utána halt meg Attila, és halt meg nagymama. Ez, ez így pár év leforgása alatt, mondjuk, hogy egy 12 éves koromtól 15 éves koromig megtörtént, és azt kell mondjam, hogy ez így rám rúgta a, a felnőttkor az ajtót. Tehát nem, ott az kimaradt Elég az, az korán. idő. Elég Kimaradt az az idő, hogy így így eszmélges, meg mit tudom én. És pont amilyen, a, a Mélységű volt az a varázslat, amiről az előbb meséltem, így a karácsony, ugye akkor lett a luk, a helyén mm -hmm. tátongó luk. Nem is tudtunk mit kezdeni magunkkal. És a akkor volt olyan, hogy elmentünk, összeszedtünk csöveseket a keleti pályaudvaron, meg a különböző ilyen helyeken, és akkor velük ünnepeltünk. Mert ez, ez csodálatos volt, de valami nagyon mást kellett kitalálnunk. Igen. mint hogy, mint hogy ott legyél, ahol egyszerűen csak az üres székeknek a, 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 a sugárzó fájdalma marad meg. Már semmi másra nem tudsz gondolni. Igen. Volt, Tehát ilyen, ilyen kísérletek voltak, de azt hiszem, hogy nekem én mégis, uh, mégis uh, nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak, mert a, mert a varázslat helyett, amit a, a sült kolbász, a, a liturgia, a különböző uh, dolgoknak a, a mágikus ismételgetése, gyermeki gyermeki szenvedélye való ismételgetése helyett ott érkezett meg a karácsony. Tehát ott, ott jött meg az, ami már egyáltalán nem függ az ételek sorrendjétől, nem függ attól, hogy ki van ott, ki nincs ott, nem függ attól, hogy hogy sikerül, milyen az ajándék és így tovább, hanem, hanem teljesen teljesen tehát egy, egy olyan istenélményt élményt eredményeztek ezek a veszteségek, ami azóta is a, a legmélyebb élményem az életben. Tehát a, a leges legmélyebb élményem, ahova mindig vissza tudok térni. Több könyved megjelent, rengeteg előadást tart a saját podcasted is van, talán több is, sokszor hallani tégedet. Én most azt kérdezem, hogy 2024-ben hogyan fogalmazod meg a magad számára, meg talán mindenki számára ezt, amit most mondtál a karácsonyban? Tehát ö, mit jelent számodra itt és most a karácsony? Azt hiszem, hogy amit elmeséltem, az most így nagyban valahogy érvényes a világra. Tehát vannak időszakok, amikor mintha kívül semmi sem működne, mintha minden összejönne. Hát most gondold el, hogy, hogy hányadik válság, hányadik háború, hányadik kilátástalannak tűnő hmm. helyzet, ami nem úgy van már, mint régebben, hát tudtuk, hogy vala fekete Afrikában, Igen, ott szub, szub ott vannak ilyen villongások, meg hogy Afganisztánban békétlenség van. Itt tudom, nem, most, most, itt van a, a kertkapuban, és minden, mindent megérzünk a bőrünkön. És ehhez még hozzájönnek nyilván az emberek személyes tragédiái, hiszen közben valaki beteg lesz, valaki meghal, valaki elveszti az állását, valaki, mit tudom én, Tehát, hogy de, de egy olyan, olyan, bizonytalan környezetben vagyunk, ami lecsupaszít minket, ami, ami a lelkünket is mesztelenre közteti, És, és én nekem azt jelenti ez a helyzet mindig egy óriási lehetőség visszatérni a, ahhoz ami igazán számít. Tehát ahogy a, ahogy a magyar magyar történelemben is óriási ébredések voltak a nagy katasztrófák után. Tehát a, talán a legnagyobb ébredés hitre jutás az az a második világháború után volt Magyarországon, és, és nem véletlen. Minden, tehát egyszerűen fölértékelődik az élet. Mm -hmm. Fölértékelődik az, amire nem figyelek akkor, amikor az a legnagyobb kérdésem, hogy van-e laktózmentes eperjoghurt, vagy nincs. Mm. És azon tudunk, nem tudom mi, hogy hogy, hogy hogy most akkor ilyen a szomszéd, meg hogy a kocsit szerelőzke vinni. És hát teljesen ki tudunk készülni. De amikor amikor ezeket háttérbe szorítja az, hogy élet-halál kérdésekkel nézünk szembe. A szó szerint, amikor a bizonytalanság olyan mértékű, hogy, hogy még, aki, még aki nem hisz Istenbe, az is fohászkodni kezd. Mert van, van, van ez a jelenség is. Az jó értelme lecsupaszít minket, és helyre teszi a prioritásokat. Hogy igazán mi fontos? Igazán az fontos, hogy itt vagyunk egymásnak, az fontos, hogy élünk, és elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy miért élünk. És akkor jöhet a karácsony, a karácsony üzenete, akkor igazán betalál. Már nem az a kérdés, hogy a mancikáig 5000 vettek a múltkor, mm hát -hmm. most mi meg csak 4000 ért hú, de kínos lesz. A, tehát ezek, ezek a dolgok, ezek, vagy hogy odaégett a nem tudom mi, a sült krumpli. Ezek persze fontos dolgok, de amikor, amikor olyan a világ, mint most, akkor szerintem visszatérhetünk oda, amit Jézus mondott, hogy több az élet mint hogy mi beöltözünk, mit teszünk, hol lakunk. Egyszerűen több az élet. És akkor a karácsony üzenete pedig megérkezhet, hogy hát van egy megváltó, aki eljött közénk. Az ünnep azé, aki várja. Köszönöm, hogy veled várhattuk-e mai beszélgetésen az ünnepet. Örömteljes békés adventet és áldott ünnepeket kívánok a hallgatóknak, neked, mindannyiunknak. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.